Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnadály televízió híradóját látják, Eperjesi Tímea vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Polgármesteri eskü, heves viták. Először ülésezett Berlinger Attilával a szekszárdi közgyűlés. Elméleti testnevelés, kötelező tanórák. Megosztó a téma. Mesterséges intelligencia, bemutató és előadások. Tudatosság, hogyan menedzseljük pénzügyeinket. Megtartotta júniusi rendes ülését Szekszárd megyei jogú város önkormányzata közgyűlése. Az alkalom különleges volt, hiszen először foglalt helyet a testületben Berlinger Attila, aki letette polgármesteri esküjét. Az ülés a frakciók közötti összetűzésektől sem volt mentes. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Ezekkel a szavakkal tette le polgármesteri esküjét Berlinger Attila, Szekszárd újonnan megválasztott városvezetője a közgyűlés legutóbbi ülésén. Köszönöm még egyszer annak a sok-sok választónak és annak a szekszárdi lakosnak a bizalmát, melynek alapján a következő 5 évben én vezethetem a város képviselőtestületével együtt Szekszárd ügyeit, és ahogy a kampányban is ígértünk, Szikrányit sem változik, az az elképzelés most sem, meg minden bizony a jövőben sem, hogy valamennyi szekszárdi polgár javára kívánjuk jobbítani városunkat. A városvezető megválasztásáig a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója volt, erről azonban a új szerepköre miatt le kellett mondania. A közgyűlésen az őt helyettesítő személyről is döntöttek. A közgyűlés Gonda Mária igazgatóját és asszonyt bízta meg a következő időszakban, hogy egy új pályázat lebonyolításáig ő vezesse a művelődési intézményt, kulturális intézményt, ezúton is tolmácsolom az egész képviselőtestület gratulációját ehhez a feladathoz, hiszen egy tökéletesen alkalmas személyt sikerült találnunk. A napirendi pontok tárgyalása során aztán vita alakult ki a képviselők között, mégpedig az épülő szekszárdi úszoda kapcsán. Az éjjel Szekszárd tagjai szerint az erre vonatkozó kiküldött anyag tartalma nem volt teljesen egyértelmű, ezért módosításokat javasoltak. Igazából az úszoda kapcsán talán heves volt a vita, de ez egy képviselőtestületben megszokott dolog. Egy olyan technikai együttműködési megállapodás kapcsán volt egy kis nézeteltérés a frakciók között, amely mindösszesen arról szól, hogy a már nem városi beruházásként folytatódó úszoda beruházásnál a építető minisztérium egy olyan együttműködési megállapodást kíván kötni az önkormányzattal, amelyben az önkormányzat vállalja, hogy segíti a még nála lévő dokumentumok, információk átadásával részben a kiírást végző minisztérium, illetve a minisztérium által kiválasztott új kivitelezőnek a munkáját. Tehát semmi másról nincs itt szó, mint hogy a város jó gazda gondosságával adja át azokat az információkat, melyek az elmúlt években a birtokába jutottak, és onnantól kezdve pedig a minisztérium és az általa kinevezett, illetve közbeszerzés útján megbízott gazdasági társaság, az a cég végezheti a munkáját, és az a szerződés alapján, melyet megint csak hangsúlyozom, a minisztérium és a kivitelező cég kötött köttetett, minden reményünk meg lehet arra, hogy jövő ősszel a szerződés alapján meghatározott határidőre végre a szekszárdiak birtokba vehetik az úszodát. A közgyűlésen részt vett korábbi két szekszárdi városvezető, Kocsis Imre Antal és Horváth István is, aki gratulált a június 9-én mandátumot nyert képviselőknek. Én a magam részéről, mint a térség országgyűlési képviselője, szeretném felajánlani továbbiakban is a munkámat a Szekszárd városáira az itt élő emberekért. Mindenben maximálisan együtt szeretnék működni, és az az érdekem, hogy egy sikeres polgármester és egy sikeres testület legyen, és ami legfontosabb, egy sikeres város is legyen. A közgyűlés még a régi testülettel zajlott, az újonnan megválasztott képviselők októbertől kezdik meg a munkát. Berlinger Attila ez esetben kivételnek számít, hiszen Szekszárdnak ez idáig nem volt polgármestere, így ő már most elkezdhette a munkát. Az elmúlt héten sokakat felborzolt a hír, miszerint az oktatásért is felelős belügyminisztérium elméleti testnevelés órákat kíván bevezetni. Erről az egyik hazai országos politikai napilap számolt be. Az állami szerv azóta már cáfolta az állítást. Többek között erről és a mindennapos testnevelésről kérdeztük a szekszárdiakat.
Az elméleti tesi órákról nemrég a Népszava politikai napilap közölt egy cikket, melyben azt írták, hogy a belügyminisztérium javaslata alapján azokban az iskolákban, ahol a tornatermek szűkössége vagy hiánya miatt nem lehet szakszerűen megtartani a heti 5 testnevelés órát, ott legyenek elméleti tanórák, például tanítsanak a diákoknak sporttörténetet. Jaj, igen. Az mondjuk olyan szempontból nem rossz, hogyha megtanulják például a kézilabdának vagy a focinak a játékszabályait, de azért gyakorlatban is próbálják meg a gyerekek. A belügyminisztérium erre nem sokkal később közleményben reagált, melyben azt írták, hogy az elméleti képzés nem fogja kiváltani a gyakorlati oktatást a tantárgyon belül. Hozzátették, hogy ugyan létezik ilyen elméleti ismereti rész, de ez csak azokra vonatkozik, akik érettségi vizsgát kívánnak tenni a tárgyból. A kormány egyébként a 2012-2013-as tanévtől vezette be a mindennapos testnevelést, erről is kérdeztük az emberek véleményét. Nem ad testmozgás, mert én futballoztam sokáig, úgyhogy egészséges. Az jót tesz. A legtöbben az egészség miatt tartják helyesnek a kötelező napi testmozgást. Én nagyon régen jártam iskolába általánosban, de akkor is helyesnek tartottam. És ma is ugyanúgy. Ez a véleményem. És miért tartja helyesnek? Hát a mozgás végül, tehát az egészség megőrzése érdekében kell, hogy mindenki mozogjon. Fiataltól kezdve az idősig mindenki. A kötelező napi testnevelés alól heti 2 alkalommal korábban mentességet élvezhettek azok, akik valamilyen sportkörbe jártak, esetleg néptáncoltak. Azonban nemrég ez a szabály szigorodott, a jövőben kizárólag a versenyengedéllyel rendelkező tanulók kaphatnak felmentést akkor, ha a tanóra a 0., az első, az utolsó vagy utolsó 2 tanítási órára esik. Én szeretem a testnevelést, nekem nincs bajom vele. Szerintem az a véleményem, hogy hát a mindennapos a sok, szerintem. De amúgy szerintem jó. Az állami szerv a tornatermek hiányára is reagált. Tájékoztatásuk szerint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program első és második ütemében az elmúlt időszakban 44 tornatermet adtak át, a harmadik ütemben további 45 létesítmény előkészítő munkálatai folyamatban vannak. Március 31-én tett bejelentést a szekszárdi sportcsarnok üzemeltetője ismeretlen tettes ellen, aki az éjszaka folyamán az épület több helyiségebe behatolt, kutatott és ellopott 1 millió forint körüli összeget, 2 mobiltelefont és 1 kamerát. Hamarosan felmerült egy a városban élő, de bejelentett lakcímmel nem rendelkező fiatalember, mint lehetséges elkövető. A beszerzett bizonyítékok, köztük a szakértői vélemények alátámasztották a gyanút, hogy valóban az incidens során még 19 éves fiú lehet a tettes. Június 25-én vonattal akart elutazni Pörbölyről, akkor fogták el, majd őrizetbe vették. Beismerő vallomást tett. Diáksportért kitüntetéseket adott át a Magyar Diáksport Szövetség, mely során Enyedi Attila, a szekszárdi Baka István Általános Iskola testnevelő tanára is díjazott lett. Lelkiismeretes pedagógus, elkötelezett a diákok fizikai fejlesztése iránt. Meghatározó szerepet tölt be a gyermek labdarúgás alakításában, valamint a tanulók ösztönzésében. Több évtizedes munkáját ismerték el. Óvodai csoportok egy játékos madárcsalogató küldetés a kukkancs kaland teljesítésével és interaktív feladatok megoldásával pályázhattak nyereményekért. A tolnai és dunaföldvári óvisok ösvényt építettek, ködöt oszlattak, süteményeket formáztak, énekeltek, kerekkincsek után kutattak és színes fészkeket építettek. A kihívások végrehajtása során a gyerekek átélhették, hogy cselekedeteiknek hatása van a világra, miközben segítették hazajutatni az eltévejedett gömböcfalvi madarakat. Az induló összes óvodai csapat nyereményt kapott. Egy különleges filmkészítő versenyt hirdetett meg a Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési kar, amit 2024. szeptember 28-án rendeznek. Ösztönzés céljából előzetesen tartottak egy bemutató programot, amin előadásokból és szemléltetésekből lehetett ihletet meríteni a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. A nem mindennapi ötletből adódóan nem csak a helyieket, de a külföldi diákokat is vonzotta az esemény. Pozsonyban nagyon sok lehetőség van forgatni, és nagyon sok helyen tapasztalom már, hogy ez a mesterséges intelligencia nagyon sok helyre beivódott már, és nagyon sok mindenki foglalkozik vele, és az én szempontomból tartom azt, hogy jó a mesterséges intelligencia, és hogyha megfelelően tudjuk használni és alkalmazni, akkor egy nagyon kis frappáns dolog.
Szerintem legalábbis. A megmérettetés célja, hogy a világ közelebb kerüljön a mesterséges intelligenciával való videókészítéshez, és barátkozzon a technológiával. Erről beszélt többek közt Kindl Gábor filmrendező, a Shoot for Earth verseny alapítója. Ezért hívtunk olyan szakembereket, akik ezt már nagyon jól ismerik, hiszen van már ugye mesterséges intelligenciával létrejött műsorvezető, különböző műsorok, különböző videók, és ugye a különböző videókban, filmekben a mesterséges intelligencia használata ugye egyre jobban erősödik. És azért gondoltuk, hogy legyen egy ilyen felvezető program, és ami már a korábbi sajtótájékoztatóban is elhangzott, mert mi azt szeretnénk, hogy a későbbiekben, tehát hogy ugye nem kiváltva az embert, az ember ötletét, az ember gondolkodását, de egy alkotótársat, egy segítséget hívhat maga mellé. Nagy Istok Tibor, szerkesztő, riporter és médiatanár szerint a videóvágás az egyik fő feltörekvő terület, ami felmerül az MI használatával kapcsolatban, de számos más témánál is segítséget tud nyújtani. Nagyon egyszerűen, mert nagyon futurisztikusnak tűnik, de nem. Mert a scriptwriting, tehát a forgatókönyvírástól, az ötletteléstől, a research, hogyan kutassunk le esetleg egy érdekes celebet, től kezdve egy kép készítéséig. Most például a feleségemnek volt egy apák napja rendezvény ott Soroksáron, ahol mi lakunk, úgyhogy nyilván a MI-hez fordultam, hogy készítsen képeket, mert például akkor az jogtiszta kép, akár a videógyártásig lehet ezt a dolgot művelni. Látványos bemutatókkal és izgalmas előadásokkal kötötték le a közönség figyelmét a szervezők, akik már nagy várakozással tekintenek a szeptemberi versenyre. A NAV Tolna vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai 2024. július 1-e és augusztus 20-a között a strandokat, fürdőket és kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészlet eredetét. Az idei mozgásművészet juniális rendezvény 4 napig tartott Bonyhádon a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban. Több évtizedes hagyományukat ápolva az egész iskola megmozdult, az intézmény tanulói csapatsportágakban mérették meg magukat. Színes, olimpiával kapcsolatos osztályműsorokat adtak elő az utolsó tanítási napon. A program juniális hangulatát pedig az osztályok közötti főzőverseny teremtette meg. Az eseménynek évről évre nagy sikere van a diákok és a pedagógusok körében. Mintegy 121 ezer diák sorsa dől el július 24-én. Ekkor húzzák meg az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Az oktatási hivatal közlése szerint népszerűek a gazdálkodástudományi területek, de nőtt az érdeklődés a pedagógus, a műszaki, az informatikai, valamint a természettudományi ágak iránt is. A szekszárdi karral is rendelkező Pécsi Tudományegyetem az országban a 4. legkedveltebb intézmény, összesen 7292 jelentkezővel. Útmutató a pénzügyi fittséghez. Családi pénzügyek menedzselése címen szakmai programot szervezett a Matthias Corvinus Kollégium szekszárdi képzési központja. Előadott Sebestyén Géza, az intézmény gazdaságpolitikai műhelyének vezetője. A szekszárdi Matthias Corvinus Kollégium Központ legutóbbi előadásának célja az volt, hogy emelje a családok pénzügyi tudatosságát. Megfigyelhetjük azt, hogy a magyaroknál a pénzügyi tudatosság az nem mindig tökéletes, ez nem egy magyar sajátosság, ez más országban is hasonló. Egyébként sok fejlődés volt az elmúlt évtizedekben, hiszen ha belegondolunk, 2015 a svájci franhitel mennyire gyakori volt, most már ez teljesen kiveszett, sőt a biztonságosabb fix kamatozású hitelt veszik fel a magyarok, és ráadásul nem is magas az eladósodottságunk, de emellett azért fontos azt tudni, hogy tervezzünk a jövőre, befektetéseink legyenek, próbáljuk ezt diverzifikálni, ha lehetséges, akkor inkább a hitelt fizessük hamarabb vissza, mint hogy elkezdünk a pénzt költeni, vagy pénzt befektetni, és ezekről az apró trükkökről, apró szabályokról beszélünk majd a mai alkalommal. A szakember szerint fontos, hogy legyen biztonsági megtakarításunk, amihez baj vagy pénzügyi nehézség esetén tudunk fordulni. Ezt javasolt például bankbetétekbe vagy állampapírokba befektetni. Nyilván nagyon sokan vannak, akik nem keresnek olyan szörnyen sokat, hogy náluk nehéz az, hogy abból a viszonylag limitált jövedelemből
akár meg is takarítsanak, tehát van, akinek az élethelyzete, vagy a jövedelme az, ami a korlátja annak, hogy ő sokat tegyen félre, de azért azt hozzá kell tennünk, hogy Magyarországon jelentősen növekedett a megtakarítások volumene, és ez nem csak szűk rétegeknél, hanem viszonylag széles rétegeknél megfigyelhető. Spórolunk, teszünk félre pénzt, vannak, akik állampapírt vásárolnak, vannak olyanok, akik akár részvényeket is vásárolnak, vannak, akik ingatlanba fektetnek, vannak, akik csak a bankba tartják a plusz pénzüket, a plusz jövedelmüket. Befektetések előtt elengedhetetlen a megfelelő tájékozódás. Megfigyelhető továbbá az is, hogy minél több pénze van valakinek, annál jobban szórja azt, mondja a gazdaságpolitikai műhely vezetője. De egyébként fordítva is lehet egy összefüggést látni, az pedig az, hogy aki tudatosan tesz félre, aki tudatosan takarít meg, és figyel arra, hogy hova helyezi el a megtakarításait, nekik általában hosszú távon növekszik a vagyonuk, és fontos hozzátenni azt, hogy a kamatos kamat is egy nagyon erős fegyver itt, hiszen hogyha 10%-ot keresünk a befektetéseinkre, egy évre mondjuk, ha valakinek van egy 1 milliós megtakarítása, egy évre 10% a 100 000 forint nem tűnik olyan soknak, de hogyha ezt folyamatosan keresni tudjuk ezt a 10%-ot, ez 10-20-30 év alatt már megtöbbszörözi a vagyonunknak az értékét. Böröc Máté, a Tehetséggondozó Intézmény szekszárdi képviselet vezetője a most lezárult tanévet értékelte. Sűrű tanéven vagyunk túl, minden képzési formát illetően. A Fiatal Tehetség programban 42 képzési alkalmat bonyolítottunk, a középiskolások részére pedig 16 klub délután szerveztünk, ezen felül heti szinten 4 nyelvórát angol, illetve német nyelven, továbbá a spanyol nyelvet is elindítottuk az idei évben. Mindezen felül havonta kétszer szakmai programokat is szerveztek, ahol vendégük volt többek között Schiffer Miklós divattanácsadó, Gádár Anna Mária és Bagdi Emléke pszichológusok. A régió híreivel folytatjuk. Robotokkal, programozással ismerkedhettek a gyerekek. Elindult az Iparkamara nyári tábora Pécsen. Csütörtökön kezdődik a Sétatér Fesztivál. Naponta koncertek és gasztronómiai élmények. Gasztrokalauz. Izgalmas helyek egy kiadványban. Hogyan kell programozni egy robotot? Milyen feladatokat végeztethetünk el az elektromos eszközökkel? Többek között erre kapnak választ azok a fiatalok, akik részt vesznek a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara nyári táborán. Az általános iskolások pályaválasztás előtt állnak. A legjobb döntés meghozatalában segítheti őket a kamarai táborban megszerzett tapasztalat. Így most összecsukja, és utána be fogja dobni hova? Kukába. Ilyen kell otthonra, kidobja a szemedet. Tök jó. Így működik ez a robotkar. Az asztalon a kijelölt útvonalat követő kis autók. Közös az eszközökben, hogy mindegyiket program irányítja. A programozásról, illetve az informatikáról tudhatnak meg többet ezek a felső tagozatos általános iskolások. Itt ma a gyerekek, főleg informatikával, az alapja az egész elektronikának az informatika. Megmutatom nekik, hogy az informatikai technológia milyen módon tud beépülni az ő életükbe, és az későbbiekben hogy tud hasznosulni középiskola, egyetem és egyéb ilyen információk megtanulása terén. Játékos formában tanítok mindent nekik. A szakember azt mondja, elsősorban a programozást szeretnék megtanítani. Erre van egy módszerük, így már az első osztályosoknak is bemutatható, hogy valójában gyerekjáték programot írni ezekre az eszközökre. Már évek óta foglalkozunk ezzel, hogy a gyerekek az informatikában otthon vannak, a programozásban nem annyira, és ez a hardware közeli programozás nagyon fontos, tehát elektronikai ismereteik nem nagyon vannak, az iskolából ezt nehezen kapják meg. Itt viszont konkrétan látják a csipeket, a különböző nagyon pici, 1 cm-es kis processzorokat, és ezeknek a programozási lehetőségein keresztül rájönnek arra, hogy ez nem egy nehézség, és jobban megismerhetnek azoknak a lehetőségeivel, amit később tanulni fognak. Az elektronika mindenképpen benne van, a programozás mindenképpen benne van, az informatika beéli az egész, vagy bejárja az egész életünket, tehát ez elkerülhetetlen minden szempontból. És ilyen szinten azt is látom, hogy körülbelül 10% a gyerekeknek, akik ezt a pályát választják, viszont sokkal nagyobb szükség van, mindenben kütyű van most már, nagyon nagy szükség lesz a programozókra, a jó programozókra. A nyári tábort a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezte. Cél, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok döntését megkönnyítsék azzal, hogy bemutatják a különböző iparágak működését a baranyai cégeknél. A különböző ágazatokat mutatunk meg a gyerekeknek. Ezen a héten a gyógyszeripar, vegyipar, gépipar, informatika és elektronika. Ezek az ágazatok kerülnek bemutatásra. Elsősorban Baranya megyei cégekhez megyünk el, ahol
ahol nem csak cég és gyárlátogatás van, hanem interaktív foglalkozásokat is kapnak a gyerekek, így talán közelebb hozzák őket az adott ágazathoz, és ahogy körülnéznek a cégeknél, meglátják valós gazdasági környezetben, hogy az az adott ágazat és az az adott vállalkozás hogy tud működni. Ez az iparkamarai pályaorientációs tábor első hete a nyáron. Ebben a turnusban 16 fiatal vesz részt a napi foglalkozásokon. Ők 5-6 hetedik osztályos általános iskolások, akiknek hamarosan dönteniük kell, milyen irányban tanulnak tovább. Közeledik Pécs ikonikus nyári programja a Sétatér Fesztivál. Junkies, Anna and the Barbies, Első Emelet, The Beavers, Daniel Figergő és még sokan mások. A sétatéren bőséges étel és ital kínálat, gasztronómiai élmények, valamint napi két koncert várja a közönséget június 27-e és 30-a között. Június 27-én Kocsis Paulina, az X-Faktor 10. szériájának a második helyezettje kezdi a koncertek sorát 19 órától, akit 21 órától az Anna and the Barbies követ a színpadon. Az idén 20 éves zenekar az ország egyik legvagányabb együttese, akik őszinte és felemelő dalaikkal, rockos hangzásukkal és átütő erejű színpadi jelenléttel veszik le a közönséget a lábáról. A Máti Dala című Kezdjetek el élni mottójú daluk már a szállóige. A fesztivál minden napján kettő koncerttel készülünk, este 7-kor és 9-kor lesznek ezek a koncertek, és ahogy azt már megszokhatták a látogatók, idén is a sétatér megtelik kitelepülőkkel, lesznek kézművesek, és körülbelül 35 gasztronómiai kitelepülőnk is lesz, köztük ételek, borászatok, úgyhogy ez is abszolút változatos lesz, és a fellépők sora is nagy sokszínűséget hoz. Menő zenekarok, hírnevet szerzett bandák, fellépők követik egymást. További napokon is olyan fantasztikus fellépők érkeznek, mint mondjuk a The Beavers, a legendás Első Emelet zenekar, vagy a Daniel Figergő, vagy például a Junkies. Azonban nincs még vége a fellépők sorának. Június 29-én a reggae és dirty ska zenét játszó Baja és Stabil Frazir melegíti a közönséget. Bármint hallhattuk, a Junkies zárja a fesztivált, azonban ezen az utolsó napon, július 30-án fellép még a pécsi Pixel Plants is. Több dél-balatoni vendéglátóhely is bekerült a magyar konyha idei nyári gasztrokalauzába. Cukrászdák, fagyizók, éttermek és strandbisztrók is helyet kaptak a válogatásban, amely ötletet is ad a tóhoz látogató vendégeknek a számukra megfelelő hely megtalálásához. Ez a tavalyi év slágere volt, ez a trifla burgerünk. Ennek a különlegessége az, hogy van rajta egy szarvasgombás szilva lekvár. Ezen meg van kenve a buci alja, erre jön egy saláta, a saláta ágyon a médiumra sütött 150 g-os saroli húspogácsa, rájön egy grillezett kamember és karamellizált vörös hagyma. A kalapjára teszünk még egy kis szarvasgombás szilva, lekelt ezt a triflát, és ebből áll a trifla burger. Mellé csónakburgonyát adunk és coleslaw-t. Minden évben több újdonsággal is előrukkolnak ebben a zamárdi bisztróban. Ez a vendéglátóhely is bekerült a magyar konyha nyári balatoni gasztrokalauzába. Egy bisztró étlapunk van, tehát viszonylag szűkebb a kínálat, de próbálunk minél nagyobb spektrumot ebbe a szűk étlapra is beletenni. Fontos szempont például az, hogy már 2 éve minden étlapunkon van egy egész vegán, mindenmentes menüsor, tehát egy előétel, főétel, desszert, aminek mindig nagyon örülnek a vendégek, főleg akinek van valami ételallergiája, meg ugye egyre divatosabb az, hogy a vegán táplálkozás. Az ételek elkészítésénél a helyi alapanyagok felhasználására is figyelnek. Emellett fontos, hogy ne a megszokott strandi ételeket kínálják. Mindig legyen olyan étel, ami egy kicsit kicsapja a biztosítékot, de megvan az a szűk réteg, akit ez érdekel és kíváncsi, és szeretné megkóstolni. Ilyen volt például a tavaly igen megosztó békacomb, amit szigorúan nem rántottuk, hanem rostlapon készítettük, befotózni is alig tudtuk, de nagyon-nagyon finom volt. Tavaly óta készítjük a rántott kovászos uborkát, ami hihetetlen, hogy egyszer feltettük az étlapra, nem tudjuk levenni, illetve hát ugye a kovászos uborka levesünk, amivel már nyertünk egy strandételversenyt, az ha nem is fér fel az étlapra, mert nem fér a papíron, pult alól mindig lehet kérni. A magyar konyha idei nyári gasztrokalauzába több dél-balatoni vendéglátóhely is bekerült, amelyek különleges ételeikkel, édességeikkel várják a vendégeket. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer röviden.
Polgármesteri eskü, heves viták. Először ülésezett Berlinger Attilával a szekszárdi közgyűlés. Elméleti testnevelés, kötelező tanórák. Megosztó a téma. Mesterséges intelligencia, bemutató és előadások. Tudatosság, hogyan menedzseljük pénzügyeinket. Pénteken szárazabb levegő határozza meg időjárásunkat. Túlnyomó részt napos, délután mérsékelten gomoly felhős, az évszakos átlagnak megfelelő hőmérsékletű idő lesz. Ezen a napon is van esélye helyi zápor kialakulásának, de csak elszórtan, összességében kevés helyet érintően. Éjszaka csillagfényes, nyugodt idő lesz jellemző. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk, mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!